Sziasztok, én Keresztesi László vagyok. Az éven elég nagy lemaradásom van, ami a Samsung telefonokat illeti. Az év elején talán az S21 FE-t mutattam be, és azóta nem is járt nálam Samsung telefon. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ideje pótolnom majd szépen lassan a hiányosságaimat. Első körben a tavaszi S22-es szériából hoztam el nektek a legkisebb modellt, a Samsung Galaxy S22-t. Ám mielőtt belekezdenék a tesztelésbe, egy lehetőséget szeretnék veletek megosztani. Ez a telefon egy használt készülék, 2022. márciusában lett értékesítve, tehát júliusban 4 hónapja már, hogy megy a garanciája, és körülbelül egy hétig volt használva a készülék, azóta a dobozában pihen és várja, hogy valaki majd használja. Úgyhogy én szeretném ezt a készüléket felajánlani megvásárlásra. Nem az enyém a készülék, én csak egy közvetítő vagyok. Úgyhogy, hogyha esetleg érdekel valakit használtan egy S22, még egyszer mondom, 4 hónapja megy a garanciája, ez a telefon hivatalos forgalmazó által került forgalomba Magyarországon, tehát ez azt jelenti, hogy 2 év gyártói garancia lesz rá. Úgyhogy, hogyha esetleg érdekel és kedvezményesen szeretnéd megvásárolni, akkor írjál nekem a leírásban található e-mail címre, a keresztesilaci@gmail.com-ra, és akkor ott meg tudjuk beszélni a részleteket. Egyébként ez a 8x256 GB-os változat, ez most a Sestore oldalán 360 ezer forintba kerül, és hogyha komoly érdeklődő vagy, akkor szerintem meg tudunk majd egyezni. És akkor ennyit a bevezetőről, akkor lássuk, hogy mit tud a Samsung Galaxy S22. Rengeteg telefont próbálok ki egy év alatt, és a tesztelés egy pontján mindig elgondolkozok azon, hogy én vajon megvásárolnám-e a telefont. Na most az S22 esetében, noha vannak azért problémák vele, én határozottan azt mondanám, hogy igen. Én nem vagyok a tepsi telefonoknak a híve, és ha megnézzük a Samsung idei telefonjait, akkor az S22 a legkisebb készülék, amit most jelenleg meg lehet vásárolni, a maga 6,1 incsével. És természetesen a méretéből adódóan ez a legkönnyebb is, a 167 grammjával. Ennél könnyebb mobillal talán a Xiaomi-nál találkoztam, a 11 Lite 5G New Edition-nél, bár ott a kijelző 6,55-szoros volt, szóval jelentősen nagyobb az S22-nél. Kényelmes kézben tartani a telefont, a zsebünkbe könnyen elfér, tulajdonképpen ez egy egykezes mobiltelefonnak is mondható, azonban a kompaktságnak meg lesz majd az ára. Anyaghasználatban abszolút a maximumot kapjuk, ami 2022-ben elérhető. Gorilla Glass Victus Plus elő- és hátlapon, a keret alumínium és IP68-as védelemmel is ellátták. A készülék oldalai laposak, noha a sarkokon enyhe ív található. Az új lenyomatolvasó ultraszonikus, gyors és pontos, de emellé választhatunk akár 2D-s arcfelismerést is. Nincs jack csatlakozó, nem bővíthető a háttértár, dual SIM-es a készülék, és kapunk elképesztő tiszta hangzású sztereó hangszórót. És erre tényleg szükség van, mert valljuk be őszintén, nagyon sok tartalmat fogyasztunk telefonon, legyen Netflix, Disney+, HBO Max vagy YouTube. Hangzás önmagában nem elég, kell egy pazar kijelző, amit a Samsungtól mindig megkapunk. A videó elején már elmondtam, hogy 6,1 incses, ami számomra a legkompaktabb méret, a típusa Dynamic AMOLED 2X, a felbontás 1080x2340 pixel. Támogatja a HDR 10 Plus-t és a Wideband L1-et, tehát a streaming szolgáltatásokat Full HD-ban élvezhetjük. A csúcsfényerő maximum 1300 nit, a tipikus nagyjából 982, ez valahol az iPhone 13 Pro teljesítménye. A lényeg, hogy jól látható a panel minden körülmény között. Ha a beállításokban kikapcsoljuk az adaptív fényerőt, megjelenik az extra fényerő opció, amivel még tovább tudjuk majd növelni, de az akkumulátor ilyenkor gyorsabban fog merülni. Ami a képfrissítést illeti, adaptívan képes a 120 Hz-re, de a telefon szinte mindig a 120 Hz-re törekszik, legyen az böngészés, videónézés vagy játék.
Kisebb játékoknál tartott a 120 Hz, de PUBG-nál 48-at mutatott a számláló. Filmezésnél pedig néha beesett 24-re, de a legtöbbször itt is maradt a 120. Tehát ha egy cikket olvasunk, akkor is 120 Hz-en tartja a telefon magát, nem képes levinni akár mondjuk egyre, hogy spóroljon az akkumulátorral. Megjegyezném, hogy maga az FPS szám nem ilyen nagy, a GPU watch szerint jobban ingadozik, de maga a kijelző képfrissítése nem követi le olyan pontosan. 24, 48, 120 között váltakozik. Viszont maga a panel elképesztően gyönyörű, három telefon AMOLED kijelzőjét hasonlítottam össze, a Samsungé volt a legszebb. Sokkal melegebbek a színek, kellemesebb a szemnek. Ami a hardware-t illeti, Európába az Exynos változat érkezett meg, ami egy fokkal gyengébb, mint a Snapdragonos verzió, illetve emellé az AMD-vel közösen fejlesztett GPU került bele. Tehát a processzor Exynos 2200, ami 4 nanométeres gyártási technológiával készült, van egy nagyon erős, 3 közepes és 4 gyengébb mag az alapfeladatokhoz. A GPU Xclipse 920, ami a telefon játékbeli teljesítményéhez nagyon sokat hozzátesz, játék közben akadások, laggok nem nagyon voltak tapasztalhatók, az első teszteknél még volt szó ilyen problémáról, de a szoftver frissítésekkel úgy néz ki, sikerült orvosolni. RAM-ból 8 GB-ot kapunk, a háttértár lehet 128 vagy 256 GB, mivel nem bővíthető a készülék, meg kell gondolni, hogy melyik beruházunk be. A telefon teljesítménye önmagában nagyon jó, akadással, laggal csak nagyon-nagyon ritkán találkoztam, a játékokat is tökéletesen kiszolgálja, de a stressztesztek futtatásánál láthatjuk, hogy a kompakt méretnek megvan az ára. Antutun és Geekbench-en továbbra is jól szerepel, mert a hasonló árban lévő Xiaomi 12 erősebb, köszönhető annak, hogy abban Snapdragon 8 Gen 1-es processzor található, ami egyébként az Európán kívüli S22 modellekbe is került. Itt jegyezném meg, hogy az elmúlt napokban röppent fel a hír, hogy a Samsung az S23-as szériában el fogja hagyni az Exynos-os verziójú készülékeket, tehát globálisan Snapdragonnal fognak érkezni a mobilok, valószínű azért, mert most már akkora a két processzor közti különbség, hogy ezt a prestige veszteséget a Samsung már nem vállalja fel. Az Extreme Stress Test futtatásánál a 20. körre már majdnem a felére esett vissza a teljesítmény. Érezni, hogy a hőelvezetés nem lett tökéletes a kis méret miatt. Egyébként a melegedés az úgy általában jellemző a mobiltelefonra, akár sima böngészésnél vagy videónézésnél is tapasztalható, nem zavaró, de mindenképpen jellemzőbb erre a mobilra, mint mondjuk egy nagyobb telefonra. Normál stressztesztnél nagyjából 80%-ra esett vissza a teljesítmény a 20. kör végére. Érdekességképpen a Poco F4-jel összehasonlítottam, amiben egy Snapdragon 870-es lapka van, ami gyengébb processzor az Exynosnál is, viszont a stressztesztek alapján stabilabb volt, és a Poco ott tartotta a teljesítményét, ahová az S22 leesett a 20. kör végére. Még egyszer elmondanám, hogy ez a teljesítmény visszaesés a mindennapi használat során nem nagyon lesz érzékelhető, amivel számolnotok kell a készülék melegedése. Android 12 alapú One UI 4.1-es rendszerrel érkezett a telefon, a Samsung 4 évnyi Android frissítést ígér. A rendszer eléggé gyors, sok Samsung alkalmazást találunk előre telepítve. Van rendszer szintű sötétmód, Edge panel, a telefon a testre szabhatóság széles skáláját biztosítja, rengeteg widgetet kirakhatunk a főképernyőre. Az S-szériában elérhető a Samsung DeX, aminek köszönhetően egy külső monitorhoz csatlakoztatva kvázi számítógépet csinál a telefonunkból, ez elérhető vezetékesen és vezeték nélkül is. Rendelkezésünkre áll a Samsung Bixby és a Samsung Pay is. Ha áttérünk a kamerákra, a főkamera 50 megapixeles és optikailag stabilizált, ahogy a 10 megapixeles telefotó is, itt háromszoros optikai zoom is elérhető. A harmadik lencse egy 12 megapixeles széles látószögű, ami fix fókuszú és többek között Super Steady videó rögzítésére képes. Az előlapi kamera 10 megapixeles és szintén automata fókuszos. Videózni elő- és hátlapon is lehet 4K 60fps-ben, hátlapon viszont elérhető a 8K 24fps is. A felvételekre azt hiszem nem lehet panaszunk, tűéles videókat lehet készíteni, elképesztő az a dinamika tartomány, amit lefed a videó, gyönyörűek a színek, a valósághoz nagyon közel állnak. 4K 60fps-sel széles látószögben is lehet videózni, azonban nem lehet a lencsék között váltani felvétel közben. Tudunk normál látószögre váltani, de ezt nem a főkamerával teszi meg, hanem továbbra is a széles látószögűvel. Ha főkamerával indítjuk a videót, nincs széles látószög.
Az optikai stabilizálás mondhatom, hogy tökéletes, sétálás közben akár széles látószöggel is nagyon szép folytonos videókat lehet készíteni. Elérhető a Super Steady mód, nem feltétlenül használnám, mert a minőség csak Full HD, és az optikai stabilizálás is nagyon jól működik. A fókuszra is gyorsan reagál, bár én úgy emlékszem, hogy ezzel korábban sem volt gond a Samsung telefonoknál. Kíváncsiságból összehasonlítottam a Poco F4-gel, amit szintén most tesztelek. Az optikai stabilizátor a Samsungban érezhetően jobb, de azt hiszem nem panaszkodhatunk ott sem. Illetve a színek a Samsungnál közelebb állnak a valósághoz, de majd a Pocóról részletesebben egy másik videóban. Ha a képeket nézzük, azt hiszem ott sem panaszkodhatunk, mint széles, mint normál látószög esetében nagyon szép képek készíthetők. Lehetőségünk van RAW formátumban is fotózni, ha utómunkázni szeretnénk a képeinket, de elérhető a jelenet optimalizáció is, de az automatikus követő fókusz is bekapcsolható. Végre van háromszoros optikai zoom, ez tavaly azt hiszem még csak hibrid zoom segítségével valósult meg. Portré módban az elhomályosítás mértéke és típusa utólag is változtatható. Fotózhatunk és videózhatunk manuális beállításokkal, van okos felvétel, éjszakai mód, étel, panoráma, lassított és szuperlassított, itt akár 960 fps is elérhető, igaz csak HD minőségbe, van portré videó és kettős nézetű videó. A kompaktság igazi ára az akkumulátorban mérhető, mindössze 3700 mAh-s telep került bele, és hát elmondható, hogy ez egy olyan telefon lesz, amit szinte minden nap kell majd tölteni. Igaz, a komfortunkon javíthat mondjuk egy vezeték nélküli töltőpad, mert ha nem használjuk a készüléket, akkor majd csak simán rátesszük, és ott is tudjuk majd tölteni 15 watttal. Egyébként vezetékesen 25 wattra képes, és a videó elején nem mondtam el, de természetesen a dobozba már nem kapunk adaptert, kizárólag csak kábelt, illetve fordított vezeték nélküli töltésre is képes 4,5 watton, így mondjuk a Buds fülhallgatónkat tudjuk tölteni. Ami a töltési időt illeti, fél óra alatt nagyjából olyan 60%-ot lehet belepumpálni 25 wattos töltővel, és nagyjából 1 óra alatt 0-ról 100-ra feltölthető. Ami az adott kommunikációt illeti, természetesen mindent megkapunk, 6. generációs Wi-Fi-t, Bluetooth 5.2-t, NFC-t és a legfontosabb GPS műholdakat és természetesen 5G támogatást. A telefon jelenleg 128 GB-os változatban 334 000-be, a nálam lévő 256 GB-os 354 000 forintba kerül a hivatalos oldalakon. De ezért a pénzért egy prémium anyaghasználatú telefont kapunk, elképesztően gyönyörű kijelzővel, jó sztereó hangzással, megfelelő hardverrel, szuper kamerákkal. A gyenge pontnak igazából a melegedést mondanám, és a kicsi akkumulátortelepet. Hát ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett és hasznos volt, illetve még egyszer akkor szeretném felhívni a figyelmet arra a lehetőségre, hogy megvásárolható a készülék kedvezményes áron. Bármikor érdemes rám írni, mert lehet, hogy nem fog olyan hamar elkelni, hogyha mégis elkelne, akkor majd a videó leírásába vagy kommentbe be fogom írni, hogy már elkelt, ne írjatok rám, de egyébként bármikor nézitek meg a videót, és nincs kiírva, érdemes rákérdeznetek. Én köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, osszátok meg, és iratkozzatok fel a csatornámra, és ne felejtsétek el bekapcsolni a harangot, néhány nap múlva pedig egy újabb teszttel érkezem. Addig vigyázzatok magatokra. Sziasztok!